Beszakadt egy kukásautó alatt az aszfalt Kecskeméten. A szeméttel teli jármű kimentésére kiérkezett egy tűzoltóautó, de az alatt is beszakadt az útburkolat, ezért darut már nem is küldtek a helyszínre. Végül a járművet egy bonyolult eljárással tudták csak kiemelni, ami csak nem 6 órába tellett. Ez a látvány fogadta a kiérkező tűzoltókat. A nem mindennapi történés az utcabelieket is lekötötte néhány órára. Csőtűrés miatt alámosta a víz az aszfaltot. Gyenge volt az aszfalt. Nem volt kellően ledöngölve a talaj aszfaltozás előtt. Ezek a variációk lehetségesek legalábbis a helyszínen hallottak alapján. Biztosat senki nem tud. A víz ugyan folyt, de nem derült még ki, hogy a beszakadás miatt törte el a vezeték, vagy már úgy volt, és ezért történhetett a baj. Igen. Srácok, éppen azon beszélgetünk, hogy hogy tudjuk azt megoldani, mert kiszedjük bele a szemetet, az egy dolog. Igen. Van benne mondjuk, nem a valóságban, 7 tonna mondjuk nagyjából. És akkor a 7 tonnát ide kűrítjük, azt utána vissza is kéne szedni, azzal nincs is gond, de azt mondjuk őrakodós autóval tudnám összeszedetni, viszont akkor megint ugye az a baj, hogy megint bejön egy 18 tonnás autó, megint kezdődik előre az egész. A lakosságnak meg itt hagyjuk a szemetet, ANTS közegészségügy, hagyd ne se boljam. Alaposan feladta a leckét a bajba jutott teherautó. Órákon keresztül ötleteltek, dolgoztak mintegy 20-30-an a szeméttel teli teherautó kimentésén. Daruval könnyű lett volna, de a szakemberek szerint a daru is beszakadt volna, épp úgy, mint a segíteni érkező legelső tűzoltókocsi, amit azonban könnyebb volt kihúzni, mert csak az egyik kereke szakadt be. Végül arra jutottak, hogy fel kell törni a kukásautó körül az aszfaltot, a lyukat sóderrel töltötték fel, majd kicsörlőzték. Ez a művelet mintegy 5-6 órát vett igénybe. A helyszínen dolgozó tűzoltóktól megtudtuk, ilyen durva beszakadással még soha nem volt dolguk.